Sziasztok srácok, köszöntelek titeket ebben a mai videóban, én Kristóf vagyok. A mai videóban a Melon Playground 18. részével lennék itt. Igen, most más valamivel, ugyanis építettem egy új járgányt, ma benne lesz a videóban, vágjunk bele. Na indulj meg, azért méreltelek fel, hogy itt a kölj. Jaj nem. Jaj, ne annyira gyorsan repülök itt. Csóri katona, túl gyorsan ment az autó, és az autó. Lépj a fékre! Ugye azért nem kéne sietni. De most miért szaggatok? Na, okés. Igen, éppen meg... Amikor megtörtént egy óriás gond. Igen, jött egy gyilkos, és a gyilkos egy lángszóró foga. Most azon összeg, ki vagy ez jár? Nehogy szóval. Igen, ő megfogta a lángszórót, és megpróbálta felhívítani az autót. Igen, sikerült is. És éppen... A kormányt leszakított, úgy meg ő gyulladt az embert, és folyamatosan ezt mondta. Meggyulladtam. Végül az ő is törte ki, és aztán meg mondta, meggyulladtam. Ezt mondta folyamatosan, de már késő volt. Az ember meggyulladt. És olyan ügyes volt, hogy felgyújtott a saját magát is. Kipattogott belőle a kukorica. És azt mondja, segítsen uram! Segítsen! Meggyulladok! Igen, a gyilkos is meggyulladt. Illetve pluszban egy kerék is gyulladt. Egy kerék is kigyulladt közben. Igen, a kerék is kigyulladt. Végül elkezdett nagyon forró lenni. A kerék nagyon, nagyon felforrósodott, és illetve még az egyik is megpróbált forrósodni. Végül már olyan forró volt a kerék, mint a nap. És a két ember halálra gyulladt. Igen, sajnos az ember az benne ragadt, úgyhogy nem volt más választása a katonának, mivel hogy ő volt az egyetlen túlélő,
aki éppen túlélte. Jön úgy döntött, fegyvert eldobja, és hív egy vontatót. Halló, vontató. Vontatót szeretnék hívni egy autóért, ami a roncslepre szállítható lesz, mivel a kerekei azok már nem lesznek alkalmatosak, meg hát az autó se jó már, mert szerintem akár ki is gyulladhat. Igen, eközben eltakarították a szétgyulladgyilkost. És pár perccel ezután úgy döntöttek, az egyik kerekét le kell hűteni, és ehelyett hívták a vízipisztolyt, ami akár képes lehűteni. És végül a kereke korom fekete lett. Erre azt mondja a katona, úristen, hát akkor most mit csináljak? Pár percen belül ide érhet egy vontató után. És pár perccel ezután megérkezett a vontató. Igen, megérkezett a vontató, és a vontató rárakta az autót a vontató lécre. És aztán mivel, hogy a motorja se volt már alkalmas, mivel, hogy lángszóróval gyújtotta a gyilkos az autót, ezért az autó már nem tudott működni, és még rá még szerelőhöz se tudott menni, úgyhogy a roncstelepre eladták. Meghúzta a kart. Igen, a minikerék is húzta az autót, és az autót elvontatták. Úgy döntöttek, egy darálógépbe fogják berakni. És a katona ott volt, és ő figyelte. Igen, később meghozták a roncstelepre az autót, és az autót megfogták egy kötéllel, és a kötelet jó magasra felkötötték, hogy majd az legyen a vége, hogy egy fűrészbe emeljék. Ezért felemelték a kötelet. Köteleket emeltek az autóban. És úgy döntöttek, hogy egy darálógépbe fogják berakni. Igen, az autót fellóvatták oda, és addig lógott, amíg egy fűrészelő teherautó nem jött. Addig álltott, amíg oda nem hoztak egy körfűrészes utánfutós teherautót, amibe bele fogják dobni. Aztán beindították benne a körfűrész, és a körfűrészsel megpróbálták elvágni az autót. Igen, az autó konkrétan egyből lezuhont, és persze a körfűrész irányába zuhant, tehát a...
Igen, látható volt, hogy az autót elkezdte darálni befelé. Igen, látható, hogy az autót elvágta. Igen, látható volt. Folyamatosan darálta befelé az autót. Igen, látható volt, hogy az autót folyamatosan emelték abba az irányba, hogy darálja az először be az elejét. Igen, könnyen bedarálta. Igen, látható, üveggel együtt darálta befelé az autó. A kocsi, hát ugye, bár a körfűrész úgymond, a körfűrész konkrétan az autót teljesen semlegessé tudja váltani, de ez nem igazi, srácok, mint hogy azt higgyétek. Hát látható, hogy törlöm az autót, hogy tudjátok, mint hogyha ledarálná. Hogy már idáig ledarálta, és igen, aztán ez jön, utána ez, igen, hát majd visszatérek talán akkor, amikor már majdnem a teljes részét ledarálta. Nézzétek, nézzük. Már alig van az autóból majdnem három rész. Úgy ledarálta ezt, hogy... Úgy kitöröltem, hogy hát úgy csináltam, mint hogyha ledarálta volna, hogy... Tehát ok. Ez konkrétan mindent ledarál, amit kell. Hát talán a csontot azt nem tudja, de mindjárt kiderül. Hát csak koptassa le. Úgy köszönöm szépen, hogy itt voltál a Melon Playground 18. részében. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra és dobj egy lájkot, hogy értesülj a következő videókról. Már pedig értesülni fogsz, mert a Simplest Unboxos videót is megcsinálom. Én Kristóf voltam. Sziasztok!